Kawasaki GTR 1004-es, az internet huszárok által kedvelt ZZR 1004-nek ugye az utódja, illetve ugyanazzal a blokkal szerelt túra verzió, ami egy kicsit butább 160 lóerő. Az igazi nagy túrázók kedvence lehetett mondjuk az elmúlt egy-két években, apró finomításokon esett át, másfajta plexie van, feljebb kerültek a tükrök, hogy közelebb legyen a szemünkhöz és jobban lássunk hátra. Az oldalidomokon változtattak a jobb hőelvezetés érdekében, azért itt termelődik az 1400 köbcentibe egy kis hőmérséklet, illetve mit is akartam még mondani, markolatfűtés van szériában benne, tehát most már nem kell fáznia a Kawasaki GTR tulajdonosnak hosszú távú túrán. Ezek a lényegtelen, számomra lényegtelen változtatások. A lényeges az háromfajta mód van. Az egyik a, nem tudom, létezik-e ilyen, hogy csóróbb GTR tulajdonos, aki a hosszabb távon szeret spórolni, de hát ez a manapság divat, hogy kevesebb pénzt kell vagy akarunk elkölteni, mint amennyit muszáj. Ezért van egy úgynevezett spóroló gomb benne, hogyha le a mód gombbal tudjuk bekapcsolni, ha megtalálom, akkor meg is nyomom, bár úgy sincs bekapcsolva. Mit akarsz? Hát mutogatod, de keresem apukám a mód gombot, hogy hol lehet. Fogalm nincs, hogy hol lehet állítani a műszerfalon. Itt van a mód gomb hátul. Tehát ha ezt megnyomjuk és nyomva tartjuk, bizonyos sebesség határok fordulatszám alatt, tehát nem mindenhol lehet használni. Ha jól tudom, 30%-os gázállás, 160 km per óra és nyilván a legmagasabb fokozatban, akkor átvált egy ilyen spórolósabb üzemmódba, kevesebbet fogyaszt, ne is várjunk tőle nagy tartalékokat, de nyilván egy gázadásra ez kikapcsolódik a rendszer. A lényeg a ketrec, illetve a kaktusz, azaz a Kawasaki Traction Control, amit beleépítetek ebbe a motorba is. Annak úgy gondolom, hogy megfelelően pozitív szerepe van, hogyha nagy túrákra megyünk, akár esőből szárazra, árnyékból világosba, vagy reggeltől estig megyünk, akkor változnak az útviszonyok, és bizony egy ilyen erőteljes gépnél óriási a nyomaték, előfordulhat, hogy csúszik a hátulja ennek a gépnek, tehát a Traction Control végzi a dolgát, ami egyébként kikapcsolható, hogyha vadállatkodni akarunk, vagy szuper motor stílusban akarunk közlekedni, ami úgyse fog működni, akkor ezzel a ketrec, azaz KTRC Kawasaki Traction gombbal tudjuk aktiválni, illetve inaktiválni a rendszert. Ami egy másik és számomra kérdőjeleket feszegető újabb felszereltség ennek a Kawasakinak, az a Cactus, azaz a KACT, Kawasaki Advanced Coactive Braking Technology, ami annyit tesz, hogy olyan fékrendszert kapunk csak az ABS-es verzióhoz, és meg is mondom, hogy miért ahhoz adják. Ezt régen úgy hívták, hogy dual fék, most már azért bonyolítanak rajta, hogy mindenféle ilyen technology, meg ilyesmi. A lényeg az, hogy amikor meghúzzuk az első féket, akkor fékeződik a hátsó kerék, és ez nem olyan nagy kunszt. Viszont ez már a BMW R1050 RT-ben is volt, hogy amikor megnyomtuk a hátsó féket, akkor fékezi az első kereket. Ha nem olyan jó technológia, akkor elképzelhető, hogy pofára esünk. Fiedor Feri szerint, aki ugye a mi Motorsa Street oktatónk, vele is előfordult az, amikor vagy kavicsos úton ment, vagy kanyarban. Mondjuk azt, hogy nem az ideális kanyarívet vette, és ezért mélyebbre kell dönteni a motort, és menteni a mentetőt, hátsó fékkel kicsit pumpálni kellett. Ugye nem nyomunk féket, amikor lapon vagyunk, de ha muszáj, akkor meg mégiscsak rányulunk. Tehát ha megfékezzük a hátsó fékkel az első kereket, akkor nagyon jónak kell lenni az ABS-nek ahhoz, hogy ne essünk el. Ha ezt brutál módon csináljuk, akkor pofára esünk. A Kawasaki ezért kitalálta azt, hogy ezt a rendszert ezt kétféle módba lehet állítani, és az egyik mód az olyan, hogy kevésbé avatkozik be a hátsó fék megnyomására az első fékhatás, a másik módban erőteljesebben. Szerintem jobb lesz az, hogy a kis mértékben használjuk és bízzuk magunkat a megfelelő technológiára, az ABS-re, hogyha elkottázzuk, vagy nagyon poros kavicsos úton megyünk, akkor rálépve a hátsó fékre nem arra számítunk, hogy egy kicsit ugye csóválja a hátulját, de mégis mi kontrolláljuk, hanem az első féket is megfogja, hogy ez mennyire billen vagy nem billen. Jó lenne kipróbálni, és a teszteken kiderül az, hogy veszélyes ez a tulajdonság, vagy már olyan fejlett az ABS technológia, hogy ezt már kiküszöböli, és eleshetetlen a motor. Olyan nincsen, ugye, amilyen ne lehetne elesni, de reméljük, hogy a határokon belül tudjuk tartani a motor, és ez a technológia valóban működik. Ez is tesztek kérdése lesz.